Üdvözlök mindenkit, nekrogrim vagyok! Lezajlott a For Honor bétája egy játék, ugye vár, amit már lassan egy éve, mint promózzák és, és nyomják, hogy jön és hogy nagyszerű lesz, és hogy őszinte legyek, um, már egy jó ide elkövetem is a Konkrétan azóta, amit először bejelentették, és az a koncepció, hogy multiplayer-ezni lehet egy ilyen ősi, ha lehet így nevezi letűnt civilizációval, hogy vikingekkel, szamurájokkal és lovagokkal eh, harcolhatunk eh, gyakorlatilag az egész eh, külsősége a játéknak, egy tök jó koncepciónak tűnt, és, és, azért folyamatosan így követtem a híreket, illetve néztem, hogy update trailerek, game, gameplayek, és, és úgy egész jó nézett ki, Aztán végre most mi is ráteltük a kezünket az Open Beta-nak hála, úgyhogy jön, mit nyújthat Nekünk a For Honor, és megpróbálok, hát tudjátok, milyen vagyok, megpróbálok a legletisztultabban és őszintébben hozzáállni a játékhoz, és nem túl zsongva dolgokat. Na, uh, honnan indítsam a dolgot? Kezdjük, kezdjük onnan, hogy van a For -nek, amikor elindítod a Bételt, és valószínűleg a teljes játéknál és úgy lesz, van egy um, intrója, ahol egy nőci beszél uh, valamiről. Na, most értve, hogy értek angolul, szeretném nektek elmondani ezt az intrót, mert úgy, úgy gondolom, hogy nagy befolyással bír a játék kedvre, konkrétan ez az intro. És onnan indul az egész történet, hogy egy nőci mesél, hogy, hogy, jött egy nagy pusztítás. és ez, és ez mindenkit elég hirtelen érintett és gyakorlatilag elkezdett folyni egy harc a túlélésére ez, ez, az apokalipszis után, ami jött. Tehát volt ott nagy földrengés, minden, valami volt, az a lényeg. És, és elkezdtek az emberek harcolni gyakorlatilag a túlélésért, és ugye ezt a kis uh, vizes jelenetecskével uh, próbálták jelképezni, aki látta, uh, vagy aki játszott a játékkal, és ugye elkezdett indulni a harc a túlélésért, és hogy volt egy kis esély a békére, de mégis uh, úgy döntöttek, hogy harc, mert hogy nem Bíztak meg egymásban. Uh, ugye ezek a, az, az emberek gyakorlatilag. És amikor így, így az egész um, intro lemegy, végül megtudhatjuk, hogy ki a narrátor hang, ki a nő, aki a háttérben beszél, és a nagy csata mezőről, ahol mindenki harcol, a világok harcolnak egymással, a különböző kultúrák harcolnak egymással, a háttérben ott húzódik meg maga a narrátor hang, egy nőci, egy ilyen főgonosz. Értitek? Szóval, és ez a nőci mondja, hogy hát ugye hirtelen ért minket ez a pusztítás, a harc ment a túlélésért, volt egy kis esély a békére, de mégis úgy döntöttek, hogy harcolni fognak, és én, én vagyok az, aki táplálja a harcot. Oké? Okay? És minden mellé, tehát ott volt ez a nőci háttérben, és ő, ő olyan volt, mint hd a görögöknél, vagy Mars a rómaiaknál, tehát mintha egy kicsit úgy jönne be, hogy ő lenne a harc istennője, vagy valami ilyesmi. Tehát, vagy valaki, aki a háttérből manipulálja ezeket a, a frakciókat, a szamurájukat, vikingeket és a lovagokat, valahogy a háttérből manipulálja, hogy folyamatosan harc legyen. Minden mellé, minden mellé bevágnak egy, egy ilyen kis szomorkás zené. Hogy hogy elpusztult a világ, és az emberek kénytelenek harcon, és minden mellé, aki megfigyelte ezen a kis intro videón, láthatod a maguknak a harcosoknak a, a szomorúságot, a, a kifáradtságot, a, az arcukon, mert jól megcsinálták a karaszteresztikát, tehát láthatod, hogy tényleg egy túlélésért harcolnak, és nem azért, mert jó kedvük van, ez már ki persze harcol, és, és ezáltal a, a játék egy teljesen bemutatja azt, amit a, a háború szólja kéne, tehát az értelmetlen halált. Egy rövid trailer alatt bemutatja az értelmetlen halált, az értelmetlen háborút a játék. Nekem legalábbis ez jött én. Az egész narrációval az, hogy azért harcolok, mert hogy valaki a háttérben rángatja a szálakat, és én erre nem jövök rá, de persze a játéknek megmutatja, ugye, hogy, hogy mi van, ez az egésztől, az egész játéktól uh, valahogy így elveszi a hangulatot. Mert a játéknak az a címe, hogy for honor, becsületér. Tehát amikor az ember, úgy gondolom, tehát legalábbis én úgy gondolom, amikor az ember becsületér, uh, csinál valamit, ugye, akkor azt nem úgy teszi, nem a túlélésért teszi, hanem a becsületét, valamiért, amiért ő kiáll egy elvér, egy etikai e, valamiért, egy, egy morális valamiért, te kiállsz valamiért, és becsületből megcsinálod, miért? Mert te megfogadtad, és meg, hogy megcsinálod. És közben ugye a tréler folytatja, hogy miért harcolnak, hogy miért harcolnak, az már rég elveszett. Értem, becsületből lehet csak úgy harcolni, de oka kell legyen, amiért te megtartod azt a valamit. Tehát, hogyha egy nép harcol a másikkal, akkor öm, ott kell legyen egy mély gyöker, amiről tudnia kell a, a, annak a népnek gyakorlatilag. Tehát, legalábbis én így gondolom. Öh, és... és öh, azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szemszögből vizsgálva jó annak, aki nem érti a trélert, és csak azt látja, hogy ú, bunyó ízé, minden, szerintem, új, jó, anyád, ez tök jó, de így, hogy én értettem a trélert, és, és, az, az az érzésen támad, hogy nem magam miatt harcolok, hanem mert valami hülye háttérből új rángatja, az egésznek elveszi a feelingét számomra. De ez, ez csak én vagyok, értitek? Tehát ez, 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 ez így nekem megütött, tehát akkor várjál, mi értelme van harcolni, hogyha valaki akkor is érted, folyamatos harc, folyamatos harc, és nincs cél, nincs cél a harcért. Értitek? És, és ez, ez egy kicsit kiábránító azt kell, hogy mondjam. De ez, 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 a, ez, a, talán a legkisebb dolog, mert sokunk nem érti, hogy mit magyarázott a mesélő. A világ nagy része nem érti, mert nem beszél olyan jól angolul, és, és nem fog érteni, és azt látjuk, ó, anyád, de jó, de jó, de jó, és akkor beköszönt a menő, oké, okay? beköszönt a menő, és, és ott látjátok, hogy ö, hogy, hogy lehet menni multiplayer-ezni, és az ember rákattint a és bejön egy újabb videó, ami elmagyarázza, hogy hogy működik a, a multiplayer és az, az viszont már wow, érted? Tehát Nagyon jó koncepciót találtak ki arra, hogy hogyan tartsanak be bent a játékba, sőt, hogy hogyan ö, tartsanak ott hosszú távon a játékban gyakorlatilag, hogy mindig ezzel a játékkal akarják. Harcolni. És ezt, ezt valahogy juttassátok, eszem, hogy erről még beszéljek, mert ez nagyon fontos. Nos, elmondja a nőci, hogy hogy működnek. Van egy, kettő, három terület, ahol eloszlanak a szamuráik, vikinget és a lovagok, és ezeken a területekért harcolnak. És ezek a területek fel vannak oszva évadokra, és folyik a harc a területekért. Na most, hogyha az egyik frakció, erősebb, mint a másik, akkor ugye befoglal egy területet. És egy adott évad, amíg le nem jár, addig mennek ezek a terület harcok. Na most, ahogy, amint véget ér az évad, és mondjuk, mit tudom a, vikingek meghódították a szamurájuknak egy nagy területét, az egy örök lenyomatot hagy a teljes térképen. Érted? És elindul az új évad, és akkor úgy indul az új évad, hogy a vikingeknek nagyobb területe van a szamurájuk fölött, és persze az a szamurájuknak esélye lehet visszafoglalni. És ez egy tök okos ötlet, mert, mert hogy így mindig egy, szerintem egy ilyen balanszot fognak hozni. Na most, hú, uh, úristen, mennyi mindent lehetne erről még beszélni. és, és őszinte leszek veletek, ez egy tök jó koncepció, nagyon jó koncepció, mert leköt a játékhoz. De azt kell, hogy mondjam, hogy mostában annyi olyan játék jött ki, csak ahol a kategóriás játék, ami ugyanezt követeli a játékostól, hogy, hogy csak az enyém lét, csak velem játsz, csak, 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 mert nekem ilyen cuccén vannak, olyan cuccén vannak, és a forrána is ilyen és arra akarok kiukadni, hogy a is rengeteg dolog van, amit lehet csinálni. De ott van most ki kijött a Titanfall, kijött az új Call of Duty, kijött a, a Division nagyjából egy éve, Rainbow Six Siege, a, mit, én, én, ugye Warframe ezen, Warframe ezen, és ez mind olyan játékok, amelyek azt követelik a játékostól, hogy, hogy ott legyél, érted? Hogy, hogy, csak velem, csak most, csak itt, mert csak nekem vannak a legjobb cuccaim, és azt mondom, hogy ez egy kicsit rosszat tesz. A játéknak. Mert az embernek van egy ilyen fő játékot, amivel mindig játszik, amivel mindig visszatér, de élvezné az újat is, csak, csak a kényszer, a tudat alatti befolyásolás a, a befolyásolása játékok részéről, hogy csak velem játsz, csak velem játsz, az egy kicsit elveszi a, a tartalmi lényegét. Ú, nem tudom, ez elég bonyolult volt, amit beszéltem. Tehát ha túl sokat akarsz adni, túl sokat követelsz a játékostól, összezavarodik, és azért nem fog a te játékoddal játszani. Hiába nyújtasz tök jó cuccokat, de ha nem engeded, hogy megszerezzék egy belátható időn belül, egy belátható időn belül, ha nem engeded, hogy megszerezzék, tehát nem lesz meg a jutalom forrás a játékból, akkor a játékos nem fog játszani a játékkal. Mire gondolok itt? Call of Duty mostában erre a legnagyobb példa, mind az Infinite Warframe, mind a Call of Duty remastered, olyan nehéz megszerezni egy jó cuccot, mert annyira nem dobja, hogy elmegy a jutalomérzés, és már nem akarsz játszani a játékkal. Ezzel ellentétben Warframe olyan belátható időn belül dobja a cuccokat, hogy... Gyorsan, viszonylagos gyorsaságot tudod megszerezni a jutalomézést, ezért folytatod a vele való játékot. Na most, hogy a For Honor -ben rengeteg cucc van, és hogy ő melyik kategóriába fog ö, beesni, az fogja eldönteni, ez a játék életben marad-e. Miért? Mondom ezt. Nos! A forerunner rengeteg cuccot lehet megszerezni, rengeteg cuccot lehet megszerezni. És ezzel mondom, hogyha viszonylag könnyen dobja, akkor semmi baj a játékkal, de hogyha egy kicsit nehezebben dobja, akkor gyorsan abba fogják hagyni az emberek a játékot. Ez az egyik dolog, ami a Forerunner uh, még várat magára, hogy, um, hogy alakul majd, és, és majd meglátjuk. Mert, mert tényleg azt mondom, hogy így potencia van a játékban, a játék oké okay ebből a szempontból. A következő dolog, és ezek lényeges észrevételek, azt hiszem, hogy rettenet fontos lesz a gameplay szempontjából. Tényleg, ugye, a gameplayben, mint tudjátok, játszom egy olyan játékkal, hogy Warframe, amiben a kardozás így működik. Amire ezzel ki akartam lyukadni, az az, hogyha lenyomok egy gombot, a karakter azonnal reagál. Fantasztikus kombókat lehet létrehozni a Warframe-ben, és azonnal reagál a, a karakter minden gombnyomásra. Értitek? A For Honor ezzel ellentétben egy olyan robotikus, lassú reakció idővel rendelkező ö, játék, tehát így nyomkodom. Az egérgombot, hogy üssél már, üssél már, hát nem hiszem el, és olyan szinten be kell időzíteni az ütésedet, hogy az katasztrofális ami, ami érted, tehát egy olyan játékosnak mondjuk, aki mondjuk, mint én, aki kodozik, vagy warframe-ezik, ahol tudja, hogy a lenyom egy gombot, azonnal reagál rá a karakter, azonnal lő, azonnal fordul, azonnal izé, az egy ilyen játékos meg fog őrülni a For honor mert olyan lassan, időzítetten kell mozogni, hogy az őrület. És úgy gondolom, ez nem tesz jót a játéknak. Tehát, hogyha lenyomok egy gombot, reagáljon azonnal az a, a, az a bizonyos karakter. Értitek? Tehát, és emellé megcsinálták a védekezés funkcióját egy kicsit idiótára, hogy őszinte legyek, azt mondom, lenyomod a kontrollt, és az egér mozgatásával a padon e, tudod kivédeni, automatikusan kivédi az ellenfél ütését, hogyha a megfelelő irányba rakod az egeret. Na most, a probléma ezzel ott kezdődik, hogyha Elkezdek védekezni, jobbra-balra mozgok, vele automatikusan mozgatom az egeret is, mert próbálok korrigálni, értitek? És akkor értelemszerűen így össze-vissza csúszik, a, védekezési pozícióm, és az ellenfél gyakorlatilag simán belém tudja vágni azt a kardot, azt a kés, vagy valamit, és így, gyakorlatilag a, védekezés rettenet rossz. Azt gondolom, hogy teljesen másképp is meg lehetett volna csinálni, egy teljesen időzített mechanizmussal, mondjuk nyomsz egy jobb klikket, be a védekezésbe, és kivédi, hogyha elég gyorsan. Ez ennyi lett volna. És mind eme egésznek a tetejébe, hogy ez így van megoldva, hogy lassan reagál a karakter, lassan őt, kontrollal kell védekezni, bejön a, az az aprócska, gondocska, a ping, a ping idő. Értitek? Tehát ha szarapinget, szarcse fogsz kivédeni. Ha nincs meg az FPS-et, fogsz kivédeni. Értitek, amit mondok? És ezek elég zavaró tényezők tudnak lenni az amúgy fantasztikus hangulattal ellátott játékban. Tehát nagyon jó hangulata, és hogyha sikerül egy-két harcban győzedelmeskedni, nagyon felemelő érzés tud lenni. Főleg azért, mert egy bizonyos szempontból, amiatt, hogy lassú minden a játékban, és nagyon időzíteni kell, öm, nagyon ö, jutalmazó tud lenni, mert hogy nehéz a harc. Na most, mit csináltok ezzel ellentétben a bétában? A kicsit tapasztaltabbak, Fogtak, jó, neked rohantak, ledaráltak, az kész, mentek tovább. Semmi védekezés, semmi érzéte, csak ott kiillóz, próbálsz védekezni, de simán ledarálnak. Második dolog, voltak a heavy harcok, vagyis a nehéz harcosok, páncélosok gyakorlatilag, a vikingek, akik lassan mozognak, és, stb. és emellett voltak ugye az ezek a bérgyilkos típusúak, az assassin fajtak, akik gyorsabban mozognak. Na most ezek, akik gyorsabban mozogtak, ledarálták bármelyiket, akik lassabban mozogtak. Szóval olyan szinten be kellett állni védekezni, hogyha tudtad, hogy egy ilyen bérgyilkos típusú ellenfél jön veled szembe, hogy, hogy nehéz volt védekezni. Na, az a lényeg. És ez nem feltétlenül tesz jót a játéknak. Nos. Elmondtam azt hiszem a legdurvább kifogás a játék a kapcsolatban, és most félért és ne esik. Rengeteg balanszra kell még tenni a játékot, nagyon sok balanszra kell tenni a játékot. A jó dolog a nagyon jó dolog benne, hogy botok ellen is lehet játszani. Szóval értitek, ez az a játék, amit nem veszel meg fullárban, hanem megvárod, hogy három dollár legyen, és akkor veszed meg de, hát bocs, ezt de hogyha tudod, le tudod tölteni valamilyen úton, módon, ha le tudod tölteni, akkor botok ellen tudsz játszani. játszani és amúgy a botok elég nagy kihívást tudnak adni. És, és akkor, tudod, így, így fasz a játék érted? Tehát az, hogy online is tudsz játszani, botok ellen is tudsz játszani, ez, ez itt tök jó ki van uh, találva. Fantasztikus cuccokat lehet megszerezni, nagyon jó a dizájn, minden a karakter dizájnok, a mozgás uh, maga, azon kívül lassú robotikus és időzített egy ilyen Assassin's Creed hangulatú és mozgás kultúrájú játékot kell elképzelni gyakorlatilag, egy Tomb Raider motorra, motorra rárakva, uh, gyakorlatilag vagy így kell elképzelni. Szóval a jó dolog benne nem kell hozzá túl erős gép. Tehát nekem is a kis Gamer laptop, amely GTX, ha, ha, GTX 960M-ről van szó. Szóval, tökéletesen elfut a játék, megfelelő mennyiségű FPS-sel, és, és élvezhető a játék. Szóval nem kell hozzá például egy kurva erős gép ahhoz, hogy egy szórakoztató játékot kapjál. Viszont kinek ajánlom ezt a játékot, érted, kinek ajánlom ezt a játékot, annak, akinek, aki úgy érzi, hogy szereti az ilyen harcolós, kardozós uh, univerzumot vikingek, szamurájok, azok imádni fogják ezt, azt kell, hogy mondjam, és továbbá azok annak ajánlom, akik uh, szeretnek belemenni egy kicsit ebbe az RPG-s uh, uh, elemmel ellátott, világba, érted? És egy kicsit ilyen mobás, ellátott világban, mert benne van ez a moba vonal valahol, hogy a képességeid idővel oldódnak föl, mert vannak képességeik ám ezeknek a karaktereknek, és azok idővel feloldódnak, ahogy halad a játék, ahol ölnek, hogy ügyesebbek. Hogyha szereted ezt a twistet, ezt a mobás twistet, egy, egy, ilyen letűnt civilizációk, harcába benne lenni, és mind, emelé emellé, hogyha szereted ezeket a világharcokat, amiket itt kialakított, a For Honor egy kiváló játék lesz. A, a frusztráltság benne mind az lesz, amit az előzőekben elmondtam. És, és ez, ez az, ami egy kicsit zavaró tud lenni a játékban. Szóval, de attól függetlenül nagyon jó úton halad a For Runner, értitek? De, hogyha nem tud jutalmazni egy belátható időn belül, akkor akkor macera lesz, akkor akkor hamar el fog halni, és a játékos nem akarnak majd játszani velem. Miért? Mert rengeteg másikon játék van odakint, ami ugyanezt a szórakozási faktor tudja nyújtani. A Forerunner különleges, mert egy nagyon jó képletet ragadt meg, egy nagyon jó világút univerzumot hozott létre, de ha nem csökkentik a frusztráltsági szintet, ami jár a harcokkal valamilyen módon, például úgy, hogy, hogy több irányítást adnak a játékosnak a karaktere felett, nem az időzítésről szól az egész, hanem egy több ilyen irányítási lehetőséget, és a jutalmazási rendszert is egy belátható határon belőre teszi, akkor a fonáról for honor szinte azonnal ki fog halni, de ha mindezekkel javítanak akkor szinte menni fog a játék így hosszú hosszú öm, időn keresztül mert mert amúgy szórakoztató Nos, srácok, ez lett volna az én véleményem, én így láttam meg ezt a játékot, ezt tapasztaltam a beta alapján. Szeretném, hogyha ti is leírnátok a véleményeteket, ti hogy láttátok, aki játszott vele mint. Én meg addig is köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ugorjatok el a Facebookomra, ott is dobjatok egy lájkot, köszönöm a figyelmet, sziasztok!